Jó reggelt, fiatalok! Jaj, milyen, pont egy óriási milyen, társadalom. Milyen, milyen reggel? Milyen reggel? Milyen reggel? Milyen reggel? Aha. Hát milyen? Hát ilyen sötét? Remélem, hogy megy a live is. Dobjatok egy pár lájkot. 25-en néznek bennünket. Szevasz Brenyó, Szevasz Lackó Attila, itt van Bleki, itt van ö, Fater, itt van, <laughs> itt van az egész Evapor brigád. <laughs> azt mondja, azt mondja a gazdag Feri, hogy valami más zenét legközelebb létszi. Nem, mert ez a csatornánk ö, szarul megvágott uh, loopolt intrója, úgyhogy ez marad, talán kibírjátok. Hú, mennyi szívecske jön. Na! Akkor én kérdezem meg, hogy mi történt a nagyvilágban veletek fiúk? Jaj! Kezdett, Krisztián, Kezdjed, mert úgyis bele fog szólni, tehát... Uh... Jó, velem most túl sok minden nem történt, úgyhogy viszonylag rövid leszek. Tegnap jártunk Csárlival a parlamentben, ezen kívül dolgoztam, pont. Jaj, még eszembe jutott! Vá... Ú, tényleg. Azt mm. majd később. <laughs> Charlie, Velem mi történt, várjál. Ö, jártam a parlamentben mújóval, meg... Ö, meg... Nem, azt nem tudok aludni már napok óta. Ideg, ideg állapotban vagyok. Ideg állapotban vagyok, Oszikám. Mónika. Ja. Úgyhogy dráma van, mert valamit nem mentettem el, de kilépek. Azért van dráma, mert, mert nem érem el, het, már kijelenthetem, hogy hetek óta az urániát. És azért az, az megfelelően nagy drámának tűnhet így, hogy a szerződés még nincs a kezünkben. És sikerült intézni valamit ma? Hát annyit sikerült intézni, hogy utolértem azt a hölgyet, tudod, a... ja, te nem voltál ott, akivel beszéltem legutóbb, hogy ő is ott volt, és végre megadta ő a telefonszámát, úgyhogy őt fölhívtam, de csak három után, és akkor majd holnap találkozik a, az emberünkkel, és akkor majd, mikor ő ott lesz, akkor, akkor rábírja arra, hogy beszéljen nekünk, nem, velünk. Nem, hogy csak nagy a fejetlenség náluk. Hát, na jó, de hát egy 12 napos e-mailre nem válaszolni. Úgy gyerekek, ne fessük az ördöget a falra. Jó, ne. Engem senki nem kérdez meg. Téged? Nem. Mi volt hát a más, a... más már meg se akarják merényelni. Hát, hova szédül ez a világ? Mi történt? veled, Fifika a héten? Hát lomtalanítás volt, úgyhogy az összes kacatot összeszedtük, kipakoltuk a kapu belső felére, mert úgy gondoltuk, hogy nehogy a kutyák éjszaka vagy nem is tudom, hogy, a, hogy hívják ezt a, a csupakabra, vagy valami, a rém, vagy valami szétszedje a zsákokat, vagy elvigye, vagy akármi, és tudod, erre kedreggel így leszakadt a, az ég, tehát így folyamatos ez a, ez a bőr alá mászó, áll a víz mindenhol. Szóval, beköszöntött amit, a, a monszun. Beköszöntött dócot a monszun, igen. És na mindegy, azért kipakoltunk reggel, és hát azt érzékeltem így magam körül, hogy elfogyott a fű a birkák elől, tehát meg oda kellett hengergetni a hétvégén a nagy körbálát a jászolhoz. Jászol fölújításba voltunk, érted, mint a kis Jézus születése előtt, Úgyhogy tetőt javítottam, megcsináltam a, a szénatartó rácsot, meg Sajent, a nyalósót jó helyre raktam, stb. Tehát na, nem akarom mecsetelni, mert városi gyerekekként csak azt tudjátok, hogy a joystickot merre kell rángatni, de hogy a birkával, illetve a juhval, mit kell tenni, azt nem nagyon. Mondjuk én se. Messélől kell az csodálni. Az azért ebben így, így némi párhuzamot vélek felfedezni, de kettő darab kos társaságában van most már a jó állomány egy ideje, és, de nem látom, hogy, hogy érdeklődné. Tehát ezek ilyen, ilyen nem is tudom, ilyen antiszociális kosok, vagy, vagy aszexuálisok. De nem volt rájuk fújva ilyen szivárvány színű sprayért, elméletileg kéne, hogy... Lehet, hogy szerzetes birkák. Hát euh, akkor nem lesz szaporulat. Tehát ennyi. Mondjuk én annyira nem akarom, hogy legyen, de nyilván itt a, a jutartás az nem az én hobbim, hanem a gyermekemé, aki egyébként úgy viszonyul hozzá, hogy te, tehát, hogy így messziről szemléli, de hogy tudom én, reggel széna... És várja a jutúrót. És, egy szénát adna nekik, vagy, vagy megnézni, hogy van-e vízük, vagy mit tudom én, tehát... Nem, és most már ugye készülünk a tére, most már kukoricát kell uh, uh, roppantatni, mert ugye ezek ilyen... Tehát nem lehet nekik darát adni, hanem csak uh, ilyen megropogtatott kukoricát, stb. Uh, stb. Szóval itt azért kezdődnek a, a mókák, kell nekik némi kis vitaminpótlás ilyenkor, Úgyhogy nekem így ezzel telt a, a hét, illetve hét elején fölhívott a, a Magyar Nemzet. Már majdnem népszabadságot mondtam, mert népszabadsága van tele most minden. A Magyar Nemzet újságírója, és a, a majd azt kitárgyaljuk, a mai Magyar Nemzetbe meg is jelent egy cikk, amiben nyilatkozom, mint a Villanypára Egyesület elnöke. Hogy ennyi volt. Ja, és még ma... A Villanypára meginterjú... Egyesület felkent főpapja. Fe, felkent fő, főpapja. És még ma megint meginterjú volt a... úgy gyerekek! Ez gáz, hogy nem tudom, hogy melyik rádió. <laughs> Tudod, ilyen... A Mária a... Rádió volt. Nem, tudom. nem, nem, nem a Mária Rádió volt, és szerintem a civil rádió volt. És ilyen... ilyen tudod, fölhívott a srác, és épp kocsiba jöttem, ro rohantam az egyik helyről a másikra, és hogy mikor? Hát, mondom, szerintem fél egy. Oktattam, és tudod, ránézek az óramra, úristen, mindjárt hívnak, gyorsan, ezért be a kocsiba, el egy olyan parkolóba, ami fedett, mert zuhogott az eső, tehát Jó. ez úgy, úgy hihetetlen szar lett volna, tót, hogy kopog a az eső a kocsitetőn, meg az ablakon, miközben interjú van, és már megint olyat mondtak, tudod, így élesbe, amitre uh, nem tudtam hirtelen mit mondani, mert képzeljétek el, hogy a, a hevítő eszközök is bekerültek a trafikokba. Tehát eddig a, az úgynevezett vaporizerek, vagy, vagy uh, akár lehetett mondani azt is, hogy fitoterápiás, eszközök piaca eddig ö, ö, nem szenvedte el azt az ordasságot, amit az e a piac, de igen, most már azok is bekerültek a, a trafikokba. Igen, ennek a felszólalásait hallhattuk tegnap Csárlival. Ó, hát, hát az, az egy annyira nem, nem, ezt nem ezt volt, a, annyira nem volt id időm, érted, hogy, hogy akkor érzékeltem, hogy ti a parlamentben vagytok, amikor Charlie föltette a fotót. Nézd, mondom, ez olyan, mintha ott ülnének a parlamentben. És a legszebb, Kész. az a dühítés level egy millió, amikor háromszor akadt meg a live, először, mikor becsörögtél, akkor kinyomtalak, másodszor, akkor mikor azt hittem, hogy fotózni kell, harmadszor, amikor fotózni kellett, negyedszer, meg valamiért, mit tudom is én miért. Még azt nekem pótolni kell, tehát meg kell, hogy nézzelek benneteket a parlamentbe, mert hát nem minden nap jut be ugye a vezetőség két tagja. Ne őríts! Na ezt majd, ezt majd mindjárt elmesélem, hogy miért mondta Fifika. Akkor egy kicsit magamhoz ragadhatom a szót. Igen, igen. Anál. és át is adom, mújó neked a szót, így mutattam a kamerában, mintha ott lennél, de nem vagy ott hogy ö, meséld el tegnap délután egytől a projektünket. Mi volt tegnap délután egytől a projektünk? Hát mondjuk mikor fölhívtál, hogy... Az Csár... egykor volt, hát... Ez zavarj már össze. Szerintem Zavar. igen. Hát tudom, hogy az agyad már kezdett kifolyni. Hát ugye most tárgyalták tegnap a nem dohányzók védelméről szóló törvény, már szinte számolni se tudjuk, hogy hanyadik módosítását tavaly óta, mióta jól megmódosították és Szávai István, a Jobbik alelnöke fölhívott délután, hogy ha lenne kedvünk, akkor akár bent a parlamentben személyesen is megtekinthetnénk a, a felszólalásokat, és hát kapok kaptunk az alkalmon, úgyhogy össze bútoroztunk Csárlival, és megbeszéltük, hogy bejutunk. És aztán így is történt. A szokásos nyerő trió, az e, e, Mujo, Cicás spolo Minusz, Téli plus. plusz. plusz. Uh, mújó előtt volt a, az áldozati bárány szerepében az én sokat megélt uh, szent bocim az öv uh, részét képezve, és én gyorsan becsatartunk. Ó, oh, Csádi, korán lesz még, nem kell annyira rohanni. Aztán kiderült, hogy jó is, hogy korán mentünk, mert... Uh, egy, a valahol ott álltunk meg, tudod, ahol, ahol annó a demonstráció volt. Uh -huh. Tehát egy picit távolabb, ezt fifikának mondom, és, és miért mutatom, ezt nem tudom. De mutogassad uh, nyugodtan, a, a, mert én a, meg a, bólogatok, hogy a, ott vagyok. Akik nézik a videót, azoknak mutatom, hogy arrébb. Akkor ott átgyalogoltunk, de valami borzasztó jeges szélben már most, és akkor megkérdeztük gyorsan a kis katonát, vagy kormányőr, vagy nem is tudom mi a hivatalos nevük, hogy a 17-es kaput keressük, ez az. Ó, nagyon jó. És akkor már hallod, már ott elkérték a személyigazolványunkat, bediktálta az embernek, dupla azonosítás volt, egy csak bemondta a számunkat, és várta válaszként a neveket. Úgyhogy átjutottunk, aztán ö, bent még egyszer fölírták, megkaptuk a belépőkártyát, meg hogy kihez jöttünk, és akkor átjutottunk az üvegkapun, és aztán és, jött... És, és, és nagyjából itt lett volna vége a világnak, és soha nem találunk oda, hova kell, ha ha nem várjál, jön. Várjál, mert először a fémdetektoros srác elkezdett kokettálni veled. Jaj, tényleg? Az egészről, tényleg. hogy az micsoda agyfasz, és Krisztián természetesen jó szóvívőként elkezdte téríteni. Tudod, ahogy szoktabb, két percben. És megkérdeztük, hogy merre van az, ahova mi megyünk, Hát ő azt nem tudja. Tehát szerintem nekik ott odáig terjed a tudomány, ameddig nekik a szolgálati helyük van. Igen, Én... odáig még könnyű betalálni. Igen. És aztán hála Istennek megláttuk Heringes Anitát, és így integettünk vadul, hogy hello, hello, itt vagyunk, és segítsél minket, navigálj be. Olyan respektünk volt, kérlek szépen, Fifika, olyan respektünk volt, hogy mentünk a folyosón, és voltak még ott ilyen, ilyen turista csoportok is, akiket navigáltak mi megmentünk a két öltönyös muksó, meg uh, heringes uh, képviselőasszony, és bazd meg az összes katona, vagy uh, parlamenti őr megállt és tisztelgett. De nem nektek. Felénk nézett. Az az igazság, hogy nagyon közel álltunk, összetéveszthető volt, hogy kinek tisztelegnek. Majd, majd uh, kétszer jobbra- egyszer balra, liftel fel, aztán megint kétszer balra, egyenesen sokat, és itt a kupola. Terem, ú, de szép, Fifi, ott a mújóti ú, de szép a kupola, ott alatta volt a Szent Korona, én azt néztem, és aztán mondom is mújolnak, hogy hallod? Nekem a Szent Korona totál kimaradt, annyira bambultam a kupolát fönt. Mondom, ö, jó volt, szép volt azért a korona is, hát az hol volt? Hát mondom, ott, amikor mondtam, de szép a kupola, alatta volt a korona. És ja. Megnézhettem volna a habonyárpád Európa legmenőbb vitrinjét, <laughs> és lemaradtam róla. Bakker. Hallod, Odaállhatta volna mellé, hogy na innen indult a habony, mellé állok, a vitrin mellé, szóval lehet, hogy nekem is ilyen fényes karrierem lesz. Én is hasbarúkatom a nyugdíjasokat a fasorban. És, és akkor utána nem, nem hiszed el, Fifika, hogy, hogy mondta a képviselő asszony úgy kell tájékozódni, mert ő tájékozódási futó volt egyébként fiatal korában, és mint egy másfél, óra, egy másfél év alatt sikerült neki elsajátítani a közlekedést Parlamenti a parlamentben. Közlekedést, De azt mondja, van nagy olyan... Részét, igen, nagy részét, azt mondja, igen, mert mondja Charlie. Hogy, hogy van olyan hely, ahol ha, ha ő oda keveredik, akkor nem tudja, hogy honnan, hogy jut ki. Ja, úgyhogy ö, sikeresen elnavigáltunk oda, ahova az volt kiírva, hogy Jobbik és nem tudom is, tehát a patkónak azon oldala ö, meghív... a Jobbik és az LMP szakértői szakér... páhoja. Szakértői páholy, Hallod? vigyáztam Szakértői páhoy, Ott egy darabig vártunk, nem jött senki, aztán kijött a Száva István, mert múlóra rá SMS-ezett, azt hiszem. Kijött, gyorsan beültünk, ö, bent persze nem nagyon voltak emberek, és, és, akkor tök jó volt a hangosítás egyébként, tehát a kis mikroport és mindenhonnan lehetett hallani, hogy, hogy mi történik egyébként, mert pont velünk szemben volt, ugye a karé másik oldalán volt az államtitkár úr, körülbelül korban nálam egy picit fiatalabb úr, és pont láttuk. 83-as születésű, ha jól emlékszem. Ne idegej ki! Passz Szt. meg! Félelmetes. Elrontottuk az életünket, Charlie. Á, is. <laughs> és, és aztán úgy döntöttünk, hogy fölvesszük, hogy mondják ezt, diktafonra, hogy majd legyen hanganyagunk. Az enyém borzalmasan sikerült, azért nem is töltöttem föl. Igen. Hát én, én meg utána... Rettentő torz volt. Utána valamiért, hát mondom, megy a parlamenti élő közvetítés is, hát akkor basszus, akár mi is csinálhatnánk, kezdjünk el egy live-ot. És akkor ott volt hála Istennek, Mujónak is a pikó, amit természetesen megörökítettük, hogy a parlamentben van a két pikó, a parlamentben van a Dvarv és az Origen, jó barátokként, meg volt a, a, az epikus fotó, és aztán ezzel a két pikóval megtámasztottam a telefont, elindítottam a live-ot, és ment. Zseniális volt, és nézték 80-an, 90-en, és épp akire... Aki beszélt, hogy odafordítgattuk, aztán észrevették a szávaiék is, így hátra néznek. Mi az, mi az? Mondom, live. Király! Király! <gül> <gül> aztán még egyszer-kétszer hátra jött, mert látta, hogy nagyon rosszul vagyunk attól, amit mond a Pali. Miket mondott Krisztián? Az elektronikus Fuh. cigaretta volt az egyik, a másik meg a. Meg igen, a dohány hevesítés. Hevesítés, hevesítés. És a... túl, túl a dohány hevesíteni kell. Úristen. Ilyenek, ilyenek, voltak, igen. És, és akkor utána... Hát ő előadta a kormány ugye ezzel a kérdésben, hogy mi az indoklás a, 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 módosításokra, és utána jöttek a felszólalások az ellenzékből. Igen, aztán mondja tovább, én most egy kicsit kattingatok. Felszólalt, kérlek szépen, nem tudom az úriembernek a nevét, szégyen szemre, az MSP-ből egy képviselő úr. Aztán beszélt még Riglayos a jobbikból, ő azt nehezményezte, hogy hogy miért kellett a trafikba beküldeni az egészet, amikor, hogyha fiatalkorúak védelméről van szó, akkor egyszerűbb lett volna lefóliázni a szakboltokat, előírni nekik, hogy, hogy ennyi, és, és minden mehetett volna tovább a maga medrében, és aztán azt hiszem, hogy valaki még felszólal, de a legvégén Szávai István vezérszónoki emelvényről tartott beszéde volt a, a, a csúcsa igazándiból a, a felszólalásoknak. Ez az, a, ahol a nagy kutyák szoktak középen kiállva beszélni. Én először Nem azt hittem, hogy a házelnökhöz külön. megy oda, hogy odaadjon neki egy pofont. Nem, nem, nem. Azt, nem, nem. Tegyük, azt tegyük hozzá, hogy az milyen durva volt már, hogy hogy megy a beszéd, amiről már az első öt percről lecsúsztunk az államtitkáról, de beszél, 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 20 perce beszél, 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 még mindig, és és a házelnökök közben szolgálatot váltottak, Fifika. Paksamét a fölvesz, elcsomagol, elköszön, leül a másik, és folytatja. Hát mondom, de ő reggel óta beszélt egyébként, tehát én napközben még korai délután elkezdtem hallgatni a, a, parlamenti közvetítést, és a, a Csepregi a miniszterelnöki államtitkár, ő, 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 egész nap beszélt, tehát ez valami egészen elképesztő teljesítmény. Akkor képzeld, hogy mennyi vizet fogyaszthatott. Ja, mert hát Rukán. ezek a, ezek a parlamenti vízhordok egyfajtában hallod, jártak a tálcákkal. Víz, víz, víz mindenkinek. De a, a legepikusabb, ugye, az volt, hogy még előtte odajött a szávai, hogy, hogy jó telefonotok, hát mondom, ez van, és akkor mutogunk, mennyire tud zoomolni, próbáljuk már le, és akkor, hogy ott leszünk kb., és akkor majd hogy átadom a paksamétát, akkor le kéne fényképezni. És, és ugye, mikor ment az élő, akkor utána hirtelen gyorsan kikapcsoltam, hogy, hogy le tudjam fényképezni, gyorsan zoomolni, és tudod, ő elvette volna az államtitkár, a szávai meg egy kicsit így, így megfogta a kezét, és így mutatta, hogy várjál, 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 várjá, fordulj csak arra. Fordulj csak arra. És oda Most Most és... mosolygunk. Igen, de Frankon úgy volt, mint a. Mint Cheese. a. Cheese. Igen, tehát ez a megáltak Megálltak, készfogás, paksaméta, és akkor úgy, na, egy fénykép megvan. Oké. Okay. És akkor utána átvette, reagált az észrevételekre, és ö, nagyon szépen megköszönte a jelenlevő ö, szakértőknek, hogy. Ö, Kiavították, mert tiszta rosszul voltam. Magyarázott, és, és az egyik momentum, ugye kitért, hogy köszöni, akkor megjegyzi, hogy elektromos cigaretta. A másiknál a, ez a hevesítés, és akkor utána elkezdett mondani olyan dolgokat, aminél, aminél megindult a, a vérrög mújónál is, meg nálam is. Az egyik az ilyen volt, hogy mi nyitottak vagyunk a a szakmai szervezetekkel történő egyeztetésekre, ott, ott mújó kapott agyfaszt, hogy. Hát ezt, ezt, ezt nem ott, így látom. Hogy négy ez, éve mit akarok Ez hol volt eddig, igen, igen, ez hol volt eddig. A másik, az meg te hördültél föl rajta, Csárli, hogy hát amennyiben az önök által említett tények cáfolják a, a másik csoport feltevéseit. Hogy nem, ez, ez, nem, ez, ez nem, 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 mikor azt mondták, hogy. hogy vagy úgy fogalmazott, hogy. Amennyiben ö, tényszerű adatokkal alá lehet támasztani, és nem csak feltételezések, és akkor így, hogy, hogy a tényszerű adatokat várják szeretettel, és akkor így mutogattam neki oda, hogy ott, ott az a 300 oldal, ott a tényszerű adat, most kaptad meg, bazd meg! Zseniális volt, zseniális volt. Ö, és meg mit ígért meg, Krisztián? Én írtam erről egy összefoglaló cikket, de Igen, akkor külön nem fogok beszélni. Megnyitom és, és beolvasom kérlek szépen, ha gondolod, mert itt van a Szávai István beszédének a, a felvétele, valamint itt van Csepregi Nándor miniszterelnökségi államtitkár válasza is a dolgokra, és ő a következőt mondta. Szávai képviselő úr komolyabban felépített érveire is engedje meg, hogy reagáljak. Én azt gondolom, hogy ha azok az állítások, amelyeket ön megfogalmazott, és amelyek ezekből a dokumentumokból is kiderülnek igazak, ezt ígérem, hogy kollégáimmal át fogjuk tekinteni a vita során, akkor gondolom senkinek nincs oka félni attól a vitától, amit le tudunk folytatni transzparens módon a mai magyar közvélemény előtt abban a kérdésben, hogy valóban igazolható-e empirikusan, nem meggyőződés útján, empirikusan az, hogy az elektromos cigaretták esetében az az Károsító hatás, amit feltételez az egyik tábor, és feltételez a másik tábor, hogy nincs meg. És amennyiben nincs meg, akkor itt ki tudom jelenteni, ki merem jelenteni, hogy a kormányzat nyitott arra, hogy liberalizálja az elektromos cigarettákra vonatkozó, önök szerint túlzottan sértő szabályozást. Tehát itt azt kérem, hogy vegyenek részt ebben a vitában, és tudományosan nyerjen igazolást, vagy az önök állítása, vagy a mi vélelmünk, és ezt követően pedig nyissuk újra az adott esetben a vitát, amennyiben ebben a szakmai vitában az önök álláspontja tudományos megalapozottságot is nyerhet ebben a kérdésben. Itt Szávó István közbeszólt, csak ebbe vonják be a fogyasztók képviselőit is. A miniszterelnöki államtitkár folytatta. Világos, de azt gondolom, tudományos keretek között kell ennek megállni. a gondolom, ez egy olyan vita kell, hogy legyen, amely vitában sokan különböző érdekeltségi viszonyoknak megfelelően részt tudnak venni. Ez hangzott el szó szerint, és itt van videón is, úgyhogy nem csalás, nem ámítás. Jaj, jaj, úgyhogy így. Úgyhogy így. Majd utána. Hát ennek hát, csak fele lesz, igaz, a lesz igaz, már akkor jó jártunk. Hát igen, beszéltünk utána. Egyrészt engem megdöbbent, nem megdöbbentetett, hanem nagyon megörültem annak, hogy a tavaly novemberi-decemberi felszólalásokban érződött a lelkesedés és a vehemencia az ellenzéki felszólaló képviselők részéről, viszont ez egy kicsit kikristályosodott idénre, és így egy évvel később az MSP és a Royal College of Physician összefoglaló jelentésére hivatkozott, tehát hogy nagyon-nagyon felkészültek tény is az ellenzéki képviselők a témába. Hát és aztán tényleg Szával Istvánnak a, a, az összeszedett érvelése a, 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 végén, az, az nagyjából föltette a koronát az egész felszólalás sorozatra, mert nem nagyon volt olyan aspektus, amit nem érintett, és tényleg tak, 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 mondta, 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 mondta a számokat, mondta a farszalinoszék tanulmányát, hogy hány millió európai hagyta abba a dohányzást az e-cigarettának köszönhetően, stb. stb. Úgyhogy ez, ez nagyon jó volt látni, hogy, kvázi a, a kormányzati képviselet a túloldalról köpni-nyelni nem tudott ennek kapcsán. Tegyük és... tegy bocsánat, tegyük hozzá, Igen. hogy voltak azért remek gegek is. Nem unatkoztunk. Nem unatkoztunk, mert emlékszem, mikor ott a házelnök mellett ült egy mszp képviselő, és mondta, hogy ha jól emlékszem, akkor a... nem is értettem a kontextus, hogy az önök kormányzata alatt a Audik, meg Mercedesek meg izé és, és amikor ön volt államtitkár, és akkor lement, szót kért, és mondta, egy, nem hogy, voltam államtitkár. Hogy, ez a több baj van, egy, nem voltam államtitkár, jó, akkor nem volt, akkor nem volt, kettő, lehet, hogy nálunk audik voltak, meg mercedes amit így nem tudnék most hirtelen alátámasztani, önöknél meg helikopterek vannak. vége volt, és akkor ott a fasz is feladta, ó, oh, bocsánat, államtitkár úr. Ja, Ö, szóval ö, utána odajött hozzánk Szávai István, és mondta, hogy ő, őt nagyon meglepte ez az egész fordulat, mert hogy ő sem számított arra, hogy, hogy igazándiból a, az unalomig ismételgetett tények mellett, meg a kötelező odamondás mellett bármi érdemi történhet. És, és az van, hogy annyi váltás volt tegnap az eddigi szokásos forgatókönyvhöz képest, hogy nem az emmi volt ott, és az egészségügyért felelős államtitkár, hogy dünnyögje az elképesztő ostobaságokat az elektromos cigarettáról, a nefi förmedvényesen szar összefoglaló jelentése alapján, ez a györökök kezére csöppenhető, kezdve az összes őrületen át, hanem egy egészen másik minisztérium, a miniszterelnöki hivatalnak az államtitkára volt ott, és, és, ennek köszönhető szerintem az, hogy, hogy egyáltalán felmerült egy ilyen, hogy, hogy legyen egy egyeztetés, vagy hogy, hogyha itt tényleg valóban tény, hogy egyáltalán foglalkoznak azzal, hogy na hát lehet, hogy itt tényekről van szó, akkor nézzük már meg, hogy mi van. Úgyhogy Szávó István is meglepődött ezen, és hát nyilván, ahogy Fifika mondja, hogy ha ennek a fele igaz lesz a végére, már akkor jók vagyunk. Én, én nagyon örülök ezeknek a tegnapi fejleményeknek. Persze várjuk ki a végét, meg ilyenek, de hogy. De hogy ilyen érdekes dolgok is történnek. Hát meg ugye a végén le, lekáderezte, hogy hányan nézték az adást, aztán. Ö, aztán ki segített minket, hogy merre kell menni, és, és akkor távoztunk az objektumból. Én azért Na, is és, ennek és még, és még azt mondjátok el, hogy gőzöltetek-e a parlamentbe. Nem. Nem, nem, nem. Nem, Nem, nem mert jogkövető állampolgárok vagyunk. Így nem van. szeretnénk, hogy az első és az utolsó alkalom lett <g> volna, <be> <ugye> <g kötü> <g hist> hogy a yeah. parlamentben lehetünk. Úgyhogy ez volt. Én ennek örömére gyorsan ma elküldtem neki ugye a fényképet, elküldtem a. a, a Anitával megbeszéltük, hogy érdekli, jön. A, az Istvánnal megbeszéltük, hogy érdekli, de nem biztos, hogy tud jönni, viszont mindenképpen valaki a képviselőtársai közül jönni fog, és ö, a jelenlevő államtitkár úrnak, akit Krisztián név szerint tud említeni, én csak a 83-nál megakadtam. Csepregi Nándor. Csepregi Nándor. Majd megkeresem, hát ha valami futcálba is játszik akkor neki is továbbítja ezt. Örülök neki, Lackó Attila, hogy Kassa Tibinél állandóan folyamatos a live, nekünk megy közben az adás felvétel, meg még pluszban netről toljuk a képet is nektek, tehát vannak korlátaink. Szóval szóval ez volt, és, és meg is jött a válasz tőle a mai napon, és azt írja, hogy ez nem az, mert ő, ugye, ő is kitette már a Facebook oldalára, amit meg is ö, osztottunk. És azt írja, hello urak, kitettem a tegnapi témát a honlapomra és a Facebookra, nagyon bizakodó vagyok, remélem tényleg jutunk valamire. Esetleg megoszthatjátok. Thumbs up, megtörtént. Megnéztem délután a videóitokat, nagyon vagány. Üdv, István! <laughs> Úgyhogy, ja, tetszett nekik is a történet, történet, történet. Az ebből a tanulság szerintem alapvetően, hogy nem szabad föladni a dolgokat, mert és, és nyomulni kell, ahol csak lehet, mert egyszerűen nem tudhatjuk, hogy melyik lesz az a pillanat, amikor, amikor véletlenül valamiféle eh, sikert vagy inger küszöb, sikert lehet elérni, vagy inger küszöböt lehet átütni. Reméljük, hogy ez a tegnapi, ez most egy ilyen alkalom volt. Közben jött nekem is egy levél, egy órája, a, attól, akit nem mondunk ki, hogy kicsoda, de ö, D. Zsolt követő, aki elforvardolta olyan helyre, ahol megfelelő emberekhez eljuthat az RSVP-nk. Az a válasz, hogy a lemti levél egy meghívó csupán, igen, tudjuk. Erre nem meglepő, hogy nem jeleztek vissza még, október 30 is túl késői időpont erre, és nem akarnak már most stábot delegálni, beszámolni róla. Újabb levelet javaslok, amiben például média támogatói pozíciót kínál fel a hazai szerveződés, exkluzív lehetőségekkel, például interjú, Elindultam ma néhány vonalon is érdeklődéskép, amint beérik valami, jelentkezem. Ó, oh, ez is jól hangzik. Hmm. Nem mondom ki a céget, de ő egy ügyvezetőigazgató egy kommunikációs irodánál. Köszönjük szépen. Át fogjuk akkor dolgozni ezt is, és kiküldünk egy, egy újabb ö, levelet. Ö, mi van, még beszéljünk már a Billion Lives-ról, mert arról még nem beszéltünk. Azt akartam mondani idén, de csak ma. Beszéljünk. Szerintem beszéltünk ma is, csak nem nagy nyilvánosság előtt. Igen. Az a, az a amit előre borítékoltunk, hogy mindig jön a dráma, és mindig van, akinek nem jó semmi, ez beigazolódott újfent. Tehát ez zsebre tudtam volna tenni magamnak, hogy, hogy vállalom is. Tehát ha négyen csinálunk valamit, mindenféleképpen az én kurva anyámat, mert én baszom el. Most éppen a nem jutott helyem az afterra történet, illetve azt is megkaptuk, hogy rossz az időzítés fiúk, hiszen tizedikén van fizetés, mi meg már kitettük két héttel ezelőtt, hogy lehet jegyet, illetve támogatást, bocsánat, támogatással élni, és, és, ennyi. És aztán bejöttek, és, és hú, gyorsan fogy, és mindenki azt hiszi, hogy, hogy azért, mert ő megrendelte két hete, azért az neki félre van téve a hely, de nem. És utána meg jön a reklamáció, hogy én már két hete, de most volt pénz, meg akkor nem jövök, mert a maradék másik csapat, a csapat másik felének van after, nekem meg nincs after. Én tényleg a 40. levél után csak azt tudom mondani, hogy időben kellett volna megvenni. És ezért van az, hogy fél ötkor... Elintézni a támogatást, igen. Fél ötkor aludtam el ma is azért, mert az az ember, aki elküld engem a picsába, azt gondolom teljes lelki nyugalommal alszik, én meg idegesítem magam ezeken a szarságokon és aztán csodálkozunk, hogy tönkre megyek idegileg, senkit nem érdekel, és nem panaszkodok, csak mondom, hogy, 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 hogy ez már a két óra, három óra alvás sem nagyon van meg, és kezd a tököm tele lenni azzal, hogy most már meg az a probléma, hogy miért nem jut be az afterra. Mert az sokkal az meg fontosabb, mint az, hogy a filmet lássa. Itt a film a lényeg, nem a kurva after. Én megértem alapvetően, hogy valaki csalódott, hogy lemarad róla, de tényleg az a helyzet, hogy nem véletlenül írtuk ki, hogy a támogatások beérkeztének a sorrendjében történik a, a helyek foglalása. Hát ezt nem mindenki vette komolyan, vagy nem e, foglalkoztatta annyira a kérdés, és hát 200 hely az hamar elfogyott. Ez ilyen. Viszont szerencsére a közösség föltalálta magát, és emberek, akik biztonság kedvéért bejelölték, hogy mennének az afterre, de aztán azóta kiderült, hogy mégsem, elkezdtek csereberélni. Úgyhogy. Itt is ö ö ö meg szerveződő. kell, hogy állítsalak, mert nem, ja. nem a közösségnek ilyen fantasztikus az önszerveződő ereje, hanem egy csoport, amiben ott vagyunk, egy páran csoportadminisztrátorok ők felvetették, hogy próbáljuk már mi azok helyett, az emberek helyett no, megoldani, akik nem voltak ö... képesek időben utalni. És hogy a haveromnak sikerült, nekem meg nem. Hát, de egymás után utaltuk igen, de az így jött be a bankhoz, és mi meg a bankhoz beérkezés és könyvelés, amit Fifika elküld XLS-be, így megyek föntről lefele, és sorban szépen pipáltam ki a neveket. És most most ott volt... Ö most mínusz kettőben vagyunk, majd kimaradunk. maradunk. Nem tudom. Nem tudom. Már valaki... Én majd ne... leszek az utcán. Nem mondok, nem mondok neveket, de már valaki benyögte, hogy a fölsőt is béreljük ki. Hát persze, egy nagy büdös szart, mert aztán majd 270 emberre kifizetünk több mint fél millió forintot, és aztán nem jön el a felesem. Nem. Ö, abban a szerencsés helyzetben vagyunk viszont, ugye, hogy a hely... Mindig elfelejtem a nevét, Charlie. Optika. 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 igen, köszönöm. Hogy az optikában nem csak az a terem létezik, ahol mi vagyunk, úgyhogy ha valakinek az a problémája, hogy csoportosan érkezik, és a csoport egyik fele bejut az afterre, a másik fele nem, akkor sincsen vége a világnak igazából, mert az a fele, akinek már nem maradt hely az after partin, teljesen nyugodtan el tudja ütni az időt arra a három órára, ameddig az after tart a magán a szórakozó optika, helyen. Az optika nyilvános uh, részén hát, illetve igen, igen az, az a az, hogy a Igen, nincs az, hogy kint az utcán kell malmozni három órát a csapat egyik felének, amíg a másik fele végez a helye hújával, Úgyhogy egy kis megértést kérünk szépen, meg nem egyszerű egy ilyet leszervezni, és igen, hát sajnos fele annyi hely van a férőhely van az afterpartira, mint magára a vetítésre. Úgyhogy ez, ez ilyen. Valaki itt nem mondja, nem, hogy... nem direkt szivatunk senkit, azt hát el persze, elmondhatom. Tehát én nekem így az a, a úri passzióm, hogy figyelj már, ezt, ezt nem is ismerem, nem is csípem. Nem tetszik a neve. Nem tetszik a neve, Aha, olyan hosszú vagy. A franc se bajlódik vele. nem Rakjuk itt valaki... már hátrébb a táblázatba. I <gül> igen. <gül> itt valaki írja, csak mindig elgörge Nem tudom, hogy volt-e már kérdés, mert nem tudtam itt lenni. Reggel, ti, reggel utaltam, támogatás, de még mindig 102 hely van, még nem jött ö, meg, megerősítés az utalásra, le lehet terhelve nagyon a rendszer. Amennyiben a rendszert úgy hívjátok, hogy Ficsor, Zoltán és Csárli, akkor igen, a rendszer akkor le van igen. terhelve. <laughs> <Nagyon> le van. <laughs> akkor Ma is kaptam igen. ilyet, hogy, igen. hogy tegnap utaltam, és hogy még mindig fizetésre vársta. Igen, mert az XLS még mindig Fifikánál, és Mujó is, Fifika is, én is, Blacky is, munka mellett szervezünk minden szírszart, Vége a podcastnek majd vágok, és akkor közben x ezek, meg közben ö, írogatom, hogy ki nem jutott be, és aztán majd dolgozom föl éjszaka a leveleket, akik majd írnak, hogy én rendeltem aftért, de mégse kaptam. És akkor ez hogy van? Igen ez nem real time ez a rendszer, tehát ö, ti elutaljátok, azt valamikor jóváírja a bank, szerencsés esetben aznap, nem annyira szerencsés esetben másnap, fifika ugye, oda megy. Várja várja, várja, a kivonatot. A, a, a Charlie-val mi úgy egyeztünk meg, hogy négy óra zár a bank, tehát négy óra után kérem le a, a számla kivonatot. Ma éppen úgy sikerült visszaérnem a helyemre, hogy hogy nem is tudom, fél-nyolc fél körül küldtem most át. <kül> tehát gyakorlatilag a, a podcast kezdete után küldtem át Charlie-nak, és akkor Charlie még ráadásul ugye ilyen átfésüléseket is csinál, hogy küldje egy napit, küld el a tegnapit, mait, a hetit, meg a havit, és akkor átnézi a, az egészet egybe. A bank valamilyen rejtésokból nem tud egy sima, mondjad már Excel táblát letölteni, csak CSV-t, és vannak itt uh, itt azért uh, problémák, aztán uh, hát nyilván legalább egy napot uh, így csúszik a, a feldolgozás, azt meg tényleg nem árja senki, hogy befizetés akkor ott azonnal bekékül, vagy besárgul a, a helye a moziba, mert, mert ez képtelenség. Tehát, De Fifika, a... nem, meg lehet oldani, csak akkor még ugyanennyit be kell szedni, hogy legyen igen, egy igen, hogy Andor, Andor, meg tudja írni a banki lekérdező ö, rendszert hozzá. Hát igen, csak akkor Andornak majd az f 5 az bele kell mahinálnunk, mert ő meg az f 5 nem ismeri, mint funkció villentyű. bocsánat, közben picit, hogyha tudom, hogy szakadozunk, de hát most tényleg nem tudom mit csinálni, ezt ne írjátok már, mert tényleg nem tehetünk most róla, sorry. Blacky írta, hogy mondd ki, bátran vállalom a faszkorbácsot. Új! kimondtam. Szóval Blacky volt az, aki fölajánlotta, hogy, hogy akkor, akkor csináljuk meg a fönti termet is, csak, csak ne legyen itt, de nem tudjuk, tehát akarhatunk mi mindenkinek jót, de akkor az lesz majd, hogy 400 emberre kevés a 270, tehát a végén már hol járunk, hogy na. Charlie korán reggel ment el az utalásai egyre, mennyi idő a jóváj? Jó, oké. Okay. Köszönjük nektek, Charlie, hogy közben jártatok tegnap, óriási előrelépés szerintem, mert eddig ránk sem bagóztak. Hát mi nem jártunk közbe, igazán, csak ö, meghívtak minket, hogy nézzük. Igazából nem is engem, hanem Krisztiánt. Én csak ilyen, 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 médiacölöp vagyok mellette, hogy, hogy kattingatok, meg videózgatok, meg, meg mit tudom is, én megutáltatom magam sokakkal, azt ennyi. Szajc, Viktória, ne foglalkozzatok a sok hülyével, a normálisabbja nagyra értékeli, amit a magyar gőzlér közösségért tesztek. Én legalábbis köszönöm nektek. Mi is köszönjük, szépen, Viktória. Bizony, bizony, hogy köszönjük. Külön köszönjük a gőzlér kifejezés használatát. Meg ugye köszönjük a patreónjainknak, akik meg minket támogatnak. Igen. Ezúton is szeretnénk megköszönni minden támogatónknak, hogy hétről hétre segítik a munkánkat. Nélkületek is menne, de lényegesen nehezebb volna. Ha nem tudod esetleg, miről beszélünk, olvasd el a notes-t, keresd a narancssárga Patreon-téglalapot, és kattints rá. Még egyszer köszönjük. 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 Szóval, ez történt tegnap, meg ma, és én még tudom, hogy lesz egy ilyen túr, ugyanis ugyanis up to date akarok lenni, kedves uraim, az uraim most ti vagytok. Mm. Köszönjük szépen, Charlie. Az uraim most ti vagytok, igen, gyorsan ránézek a... Ránkattintok oda. És mondom, mi lesz a következő drámatagozat. 400, Elfugytok a vetítésre a helyek. 400 fő az, aki befér. Elő, ezzel számoltunk. 298-an már rendezték, és 484 fő, aki jelezte, hogy, hogy, el akar jönni a 400 helyre. Tehát itt még lesz egy dráma. De de nem tudom. Azt írja Javorszki Adrien, a tüntetést is afterpartinak kellett volna meghirdetni. <hállt> Köszönjük, ja, Adrián! Az nem, nem after, az ilyen before party volt, ugye a szavazás előtt. Igen, igen. Úgyhogy, party. Úgyhogy 484 főnél járunk, Fifika, azt ki kell, hogy találjuk, hogy valami puffert rakjunk ebele. bele? Uh, igen, igen, ezt beszélt. Tehát miközben jöttünk hazafe hazafelé, ugye, mert hogy podcast lesz, ez olyan fél hét magasságában volt, vagy 6 óra, én már nem is tudom. Charlie-val azt beszélgettük, hogy a következő dráma tagozat az, az lesz, amikor elfogy a jegy, és mondjuk nekem vissza kell utalni valakinek majd a, a jegyárat, mert hát ugye állóhelyek nem lehetnek a, a moziba, és akkor én erre mondtam nek hogy egy 10-20 fős puffert hagyjunk. Egyrészt, mert nem tudhatjuk, hogy lesz-e olyan prominens személyiség, aki eljönne, és még menet közben eszünkbe jut, mert azért lássuk be, hogy nem ismerjük a magyar társadalom teljes szerkezetét teljes mélységében valójában és részletességében. És pontosan erre azt kell, hogy... hogy és nem tudom letiltani a bankszámlán, hogy utaljatok. Tehát, mert az, az volna a legegyszerűbb, hogy azt mondom, hogy oké, ok, ok, betelt az utolsó szék, és mostantól kezdve visszadobja az utalásokat a bank, ilyet nem tudunk. Tehát nyilvánvalóan lesz egy kommunikációs késés abban, amikor azt mondjuk, hogy most már ne utaljatok, de biztos lesz, aki utalni fog, és annak vissza fogjuk utalni a, a pénzét, nagy nagy sajnálkozás közepette. De, de nem, nem, nem tudunk egyszerűen máshogy rendet tenni. Ugye a legszebb történet az lenne, hogyha maradna öt szék a végén, és mindenki meg lenne elégedve az egésszel, és a Charlie kibérelné az optika tetőterét. De hát ez van. Tehát nem, nem, nem tudunk hosszabban nyújtózkodni, mint ahogy a, a takarunk ér. Bocsánat, csak közben. Nyomkorászom a... az új telefonomat. Nem tudom, mit nyomkorászol, de hol hallom, hogy mit mondasz, hol nem. Remélem, amit én mondtam, azt lehetett. és Annyit mondtam, hogy család. nyomkorászom az új telefonomat. Ó... Oh. nem tudtam Charlie én ki vagyok, de figyelet, Krisztián, minden hétre jut neki valami. Minden hétre. Tehát a múlt héten két karórája volt, most meg új telefonja van. És nem elég, hogy jut neki még nyomkodja is. És adás időben. Adás közben nyomkodja. De hülyék vagytok, de nem a céges telefon, tehát ne higgyem el. Hozol, nekem egy ötös Samsungot, itt van kérlek szépen a, a garázsban a Flex, én lekerekítem mind a két oldalát hibátlanul. Azért nem mondtam, hogy hülyeséget beszélsz, mert éppen a drága málna gőzét szívtam befele. A szervezetembe. Jó, Istenem. A... Eszembe töltök egy kis jázminos barackot. Lackó Attila ezt tök könnyen lerendezte. Lackó Attila tök könnyen lerendezte. Azt mondja a Lackó, pénztártól való távozás után reklamációt nem fogadunk el. Megnéztétek, azt megvettétek, ennyi a zsozsettát nyeljétek be. Hát, tehát, ez nem így megy. Nem így van, tehát a transzparencia és az átláthatóság jegyében azt gondoljuk, hogy ez a ti pénzetek, és ezt mi nem tudjuk eltüntetni. Szeder, Másokkal bocsánat, mondjad? Másokkal ellentétben. Nekem csak egy kérdésem lenne, Fifika a Kajmán szigetekre szóló első osztályú jegyünknél az ablak mellé szeretnél ülni, vagy sem? Igen, ahova bemutató előtt egy nappal repülünk. Igen, igen, igen. Azt írja éppen Szeder Péter, hogy Attila, így is basztatják őket, hogy zsebelnek. Ja, új telefon? Hát tényleg, mi, csak be bizonylatot a kamera elé, hogy izé, hogy tényleg ez a dolgozói telefon, a gyerekek, hát hol élünk? házhoz mész a pofonért, Charlie. Igen, igen, igen. De, de igen egyébként, tehát, hogy, hogy így ez a, nem is tudom. Ide hamuzzatok. Hát de most mit mondja? Mi, de ide mikor... ide jöttad, így kihúzod az alsajkad, és mondod, ide a a válnáslikület. Ide. De mit akarok neked mondani, hogy mikor nyomkodjam, mikor adás után vágás, meg, meg XS-es, hogy az emberek érezzék, hogy feldolgozás van. Lackó úri úriember, erről beszélek, én már jegyet se kértem, csak elutaltam a pénzt. Hát ennyi. Azt mondja... Majd meghallgatom. Gazdag Feri, mi a szarért kéne visszautalni? Az Egyesület el tudja azt használni további célokra, amúgy is nem jegy, hanem mm. támogatás. Én azt se bánnám, nem ha nem laptopot... De ez célzott. Jó, de várjál egy itt még végigolvasom. Jó. Én azt se bánnám, ha laptopot, vagy a Charlie egy új iPhone-t venne, mert megérdemelnétek akár azt is ezer köszönet mindenért, nagybetűkkel kiemelve. Hát igen, csak tényleg célzottan Ugye hát az, az hülyé jön neki, hogy azt mondjuk, hogy gyere el a vetítésre, majd utal mondjuk két, két, két támogatói kuponnyit, és, és utána meg azt mondjuk, hogy hát köszönjük szépen, de már nincs hely egyébként. De majd elmeséljük. Nem igen ez egy kedves hozzáállás, de, de nem így működnek a dolgok. Azt mondja valaki, hogy mindig a ház nyer. <laughs> igen. Bárány Miklós, Igen. ja, szép lesz a későn befutó százezeres támogatásokat visszautalni. Ho-ho, hát ha ott tartanánk. Valaki azt írja, hogy abból a drága málnából sorsolhatnál egy litert. Nem vagyok rá feljogosítva. Berki remekül eltüntetné. Gondolom nem a tornászra gondolt. Literes kiszerelésben egyébként meg níné. Micsoda, Málna? Igen. Már tényleg nem mutatok semmit, mert aztán... Nem, 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 nem. Itt Még egyszer mondom, literes kiszerelésben nincs, nincs. az nem létezik. Nincs. Nem Mutogathatod, létezik. de nem létezik. Nincsen literesem, és ezt most teljesen őszinte, izével mondom, nincs literes kiszerelés azt nálam. Szerint, nincs literesem, öt literesbe veszem, nincsen literesem. Ki, ki, kívánkozik belőle, nem bírja megállni. Nem, de tényleg nincs literesem, és öt nincs literesem literet. sincs. Akkor Az... négy. Nem, 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 ez hülyeség. Igen, Charlie, Málna Requiem lesz. Ja. Requiem lehet, valaki kérdezte egyébként, és azt, azt mondjuk el megint, hogy kérdezte, hogy Éron, Éronék vépelnek. Nem vépelnek. Nem vépelnek. Majd felkerül az enkóra, jaj, de hogy ahány 10 forintosom lenne, ahányszor ezt elolvastam az utolsó két hónapba. Kikülték... Nekem valaki, valaki, írta, hogy, hogy ha ő nem fizet be csak 1500 forintot, akkor vajon megkapja az enkóros linket? Persze, persze. Terjedtek a. Nem is tudom, milyen szervezet. M MNAS, hülye vagyok már. Mahasz vagy mahisz vagy. Artis Igen, Artis Joss egy időben olyan torrenteket, amik vírusosok voltak. Lehet, hogy nekünk is majd ehhez kell folyamodni. Mindenkinek elveszük a kedvét attól, hogy torrentezzen ilyeneket. Holnap mikor kell nézni a parlamenti élőadást? Ismét szó lesz az ügyünkről. Mit? Hogy mit? Ezt kérdezte valaki. Állítólag holnap is szó lesz a parlamenti... Na majd megnézem a kiírt bigyókat, erről nem tudok még. De e, ezt az infót is tegnap kaptam, hogy a parlament honlapján az ütemterv az ki van írva, hogy konkrétan hol azt nem tudom, és nem túl könnyen kezelhető az a weboldal. Hát az az De, igazság, elvileg... én csak azokat a linkeket láttam, hogy tegnapi, meg, tehát azt, hogy mi volt aznap, azt nem láttam még. Én sem sikerült, nem sikerült megtalálnom. Az ütemterv az elvileg ott van valahol, és abból lehet látni, nyilván ez változhat, mert az egyik téma rövidebbre sikerül, a másik hosszabbra, de hogy elvileg ott van valahol. De konkrétumot én sem tudok most még. Majd kiderül. Lehet, hogy most fél el alban kéne meghúzni a, a, határt, hogy legyen idő föltöltögetni az anyagokat, meg, meg az utalásokat is intézni? Én benne vagyok, igen, szükségtörvényt bont ezt úgy mondod, mintha ez ilyen elvárás lenne a két óra, de... de... Hát elkapattuk a tisztelt társaságot, úgyhogy már-már elvárás. Hát azért az, utóbb, az utóbbi időben azért nem. Tehát nak volt egy-két ilyen rohanós napja, akkor, akkor, egy órában meghúztuk ezt a... Hát meg tényleg azért a premier, mint extra tevékenység azért fölemész némi időt. Kiváltképp Charlie-nál. Hát más is megszakadt szerintem, és itt ki szeretném külön emelni a, a csoportoknak a, az adminjait, am, ami csoda munkát végeznek, és ö, miattunk ö, vállalják a, a konfrontációt, mert mindenhol nem, nem hiszitek el, ö, hirdetni nem lehet, letiltották a hirdetéseket, letiltották a kommenteket, új ö, valami Facebookon csináltak egy új csoportot, ahol célzottan az ilyen dolgokkal kapcsolatban lehet informálódni, más nagyon nem is kerül oda föl. Van, aki minden egyes komment alá, ha valaki kérdez, mit tudom is, hogy szerintetek jó a 025-ös 200-as porlosztó fejebbe, és akkor visszaírja, hogy természetesen mindjárt megmondom, de előbb légy szíves, válaszolja arra, elutaltad már? <laughs> Ja. E, valaki írja itt ezt az üres termet. Azért ez tegnap megvilágította nekünk a e, képviselő úr, hogy hogy e, lehet dühöngeni, meg, meg látványosan puffogni azon, hogy üres a terem, viszont viszont nem mindenkinek ott van akkor dolga, és minek ülne bent, e, mit tudom is én a, a, az anyatej fehérítéséről szóló. E, éppen napirendi ponton, amikor neki a hatályos adójog szabályok a, 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 passzusa, és abban tud érdemben nyilatkozni és hozzászólni. Erősíts meg, mújó, hát te is ott voltál. Igen, igen, ez így van, hogy alapvetően a nem széles érdeklődésre számot tartó témákban általában valaki szerencsésre vagy rálőcsölik, vagy mint például az István esetében az elektromos szigaretta kapcsán lecsap a, a témára, és akkor ő azt tolja, de millió egy más téma van, ami nincsenek benne, és egyéb ügyes, bajos dolgaikat intézik. És mondta ő is, hogy ez van, nem tud mindenki mindig mindenkor bent lenni. Természetesen a képviselői költségtérítéses témáknál valahogy mindenki megtalálja az alkalmat, hogy ott legyen, mert az mindenkit érint. De hogy, de hogy kifele ez tényleg nagyon rosszul mutat, meg rossz a marketingje ennek, de hát ez van. Nem tud mindenki mindig minden ott lenni, és nincs is értelme mindig ott legyen, mert hogy adott témához nem ért, akkor úgy fog szavazni, ahogy a párt, vagy a frakció, vagy a valami kitalálja, hogy mi lesz az álláspontja. Az alapján, akiket arra a témára delegálnak, hogy találják ki, hogy mi legyen a pártálláspont. Valaki említett. Ezt is megtudtuk tegnap. Igen. Valaki említette, hogy. Ö, fasztek tapasztalatok azt mutatják, le lehet majd tölteni mondjuk lehet ö, hogy más szereplőkkel és tartalommal, de a cím ugyanaz lesz. <laughs> és és nem hiszitek el, már terjednek a magyar csoportokban a fasztekes meghívók. Zseniálisak, tehát ö, nagy szerence meghívni önt egy fő ö, vetítés ára egy USD áron az alábbi linket, és akkor tudod, ott van még a QR kód is, és megkattintod, és valami ilyesmi szöveg van hogy ezt beszoptad. <gül> <gül> Meg, megihlette a téma az embereket. Igen. Uh, van, ó, igen, az egyórás adásra azt mondja Lackó Attila, nyugodtan megengedem. Na hát, nagyon szépen köszönjük. Szeder Péter ráfűzött, hogy nem L-A, nem lehet meghúzni. Uh, Bárány Miki azt mondja, hogy a héten volt négy live, egy JTR, és ez is belefér szerinte. Lackó Attila rendelt 10 giga EU netet, úgyhogy most már 100% online lehet. Lackó Attila, te egy állat vagy. Ezt kell, hogy mondjam. Aki nem tudja, mi az a JTR, az a Joint Resistance nevezetű szabadfogású birkózás Blackivel és velem természetesen felöltözve. Úgyhogy az, amit kedden és amire mondtad Fifika, Fifi mú hogy jövő hétre beizdítom a webkamerámat. Hát így, akkor nem is lesznek ma témáink, vagy mi van? Hát miről témázunk? én, a... én, mondani, várjál, hát most <coughs> akkor megnézem, tényleg elmentettem egy pár linket, ó, most biztos lagolni fogok, hogyha itt megnézem a mentett tartalmaimat hol mert van. ha az... más nem is, én az új-zélandi híreket elszerettem. Ó, mondani igen, azt mondhatod, mert az Áronnál is ben volt a média grupban. Nem tréfáltak Új-Zélandban, amikor azt mondták, hogy akkor elkezdik nézegetni, hogy mi is a helyzet az elektromos cigarettával, és Kiadta a hivatalos állásfoglalását, illetve tanácsait az egészségügyben dolgozók részére az Új-Zélandi Egészségügyi Minisztérium, és ebből írtam össze a kulcspontokat. Érezzük, hogy ez a mi emminknek az új-zélandi megfelelője, és ilyen megállapításokat tesznek az összefoglalójukban. Az embereket nem szabad elrettenteni, eltántorítani attól, hogy az elektromos cigarettát használják. A dohánytermékekben található nikotin, nem a dohánytermékekben található nikotin okozza a, dohányzás, a dohányzással kapcsolatos megbetegedéseket. Azok az emberek, akik dohányoznak, már eleve függenek a nikotintól, úgyhogy az elektromos cigaretták nem fognak újabb függőséget létrehozni náluk. Bizonyíték van rá, hogy az elektromos cigaretta lényegesen kevesebb egészségügyi kockázatot jelent a dohányosok számára, akik teljes egészében átállnak az elektromos cigaretta használatra. Jaj, nem tudok görgetni. Az elektromos cigaretta gőzében találtak ö, egészségkárosító anyagokat, viszont muszáj megemlíteni azt, hogy a normális üzemeltetési körülmények között, üzemeltetési paraméterek között használt elektromos cigaretták esetében ezek az egészségkárosító anyagok nagyon-nagyon alacsony mennyiségben vannak jelen, nagyságrendekkel alacsonyabb mennyiségben, mint a dohányfüstben. Ismert tény, hogy a passzív gőzölés, mint olyan nagyságrendekkel kevésbé egészségkárosító, mint a passzív dohányzás. A minisztérium bátorítja, arra bátorítja az embereket, az azért vettem bele, mert hogy ez a, azokról a helyekről szól, ahol dohányozni tilos, hogy mi legyen ott a hozzáállás, és a minisztérium arra bátorítja az elektromos cigaretta használókat, hogy tartózkodjanak a készülékük használatától azokon a területeken, ahol egyébként nem lehet dohányozni, de ez az egyes intézmények és helyek belátására van bízva, hogy tiltják-e, avagy sem. Tehát nem az van itt, mint itt nálunk, hogy oh, akkor mindenhonnan kitiltjuk, hanem a helyek és az emberek belátására bízzák, de ők azt javasolják, hogy az egyszerűség kedvéért inkább ne. Javasolják, érted? Nem tiltják, javasolnak. Az elektromos szigaretták nem égetett dohány termékek, így nem szabad dohánytermékként definiálni azokat. Azok a dohányosok, akik teljes egészében átálltak az elektromos cigaretta használatra, nem dohányoznak, volt dohányosként kell hivatkozni rájuk. Ilyen megállapításokat közöl az Új-Zélandi Egészségügyi Minisztérium, és ebben némileg benne van a Billion Lives mancsa is. Hát ez nagyon szép lenne nálunk. Tegyük S hozzá, el, hogy Ingen. ezért, ezért kell a filmre eljönni, és ha van hely az afterra, a filmre, a filmre, nem az after, és azt mondani, hogy hát, ha nincs hely az after, akkor nem megyek a filmre, Se, hát aztán velem tényleg nagyon kibaszik az illető, magával cseszik ki. Még egyszer mondjuk, lesz hely ott, nem azoknak, csak egy másik teremben. Csak jussunk el odáig, hogy holnap fölhív az ember, azt mondja, hogy oké, okay, szerződés, elmenni érte, elküldöm küldjük. neked, vagy egyszerűen csak hamisítom. És akkor, és akkor utána, ha már az biztos, akkor akkor minden van, akkor after helyett lefixáljuk minden Én szírszal. akkor leszek, leszek nyugodt, hogyha a számlájukon ott van a, a pénz az egyesülettől, mert akkor már nincs semmi visszatáncolási. Cicó. Nincs cicó. De ide azt írta, hogy cicó. Nem, 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 cicó. <hül> Na jól van. Uh, akkor rekesszük be a az ülést, még hogyha... Jaj, még egy dolgot hadd mondjak el, kérlek szépen. Ö, bocsánat, bocsánat. Jövő hét kedden ö, írok majd ki Facebook eseményt rá, ugye a Villanypára Egyesület pere a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet ellen. Ö, a pontos időpontról és egyebekről, ha valaki szeretne eljönni és ott lenni, akkor tudjon róla, ö, fogok készíteni egy Facebook eseményt, és megosztom a megszokott helyeken valaki azt írja, hogy mióta említettem az anyatej fehérítés, nem tudok szabadulni a fogalomtól, újra értelmezni próbálja a tudatom, bármilyen beteg eldugott agytekervény szegletéből került elő, ez olyan, mint az olajszőkítés. Hát, Ja, akár az is liga. lehet. Hasonló sport. <laughs> Más a liga, de körülbelül. Meg hogy szerinte csak az én málnámban találtak káros anyagokat. Hát azt látjátok, mégis itt vagyok. Azon dolgozom, hogy elpatkoljak, hogy nektek sokkal jobb legyen az életetek. <kül> Na, akkor húzzuk be a kertkaput, Ö, jövő kedden JTR, jövő szerdán így megint live próbálunk, addigra próbálok valamit baszni az internettel, hogy mi a túró van. Jövő, és... Azt is megpróbálhatjuk majd egyébként, hogyha sikerül összelőnöm, hogy én OBS-sel broadcastolom én valahogy a Facebookra. Hát egyébként pont az broadcastolom én is. Ö, oké, oké, de hogyha nálad sávszélesség gondok vannak hát nálam. 120 föl... per 5. Aha, 5 fölfelé? Igen, de hát ugye, Na majd megmérem, majd Ugye elveszi belőle a, a Skype-ot, meg elveszi a. Most azt nézem, hogy 800 és 1500 K között ugrál csak a, a kép, meg a hang. Nem is értem, mert mert itt amit nézek a, a network monitor, az, az, az most ugrál 20 és 400k között. Nekem papírom most 20 megás a fölfele sávom, és ugye az a gép, amin a Skype fut, az nem wifi n hanem dróton van összedúgva mindennel. Hát ez a Úgy, baj, hogy mindig... amikor először elindítottam, dróton ment, és amikor először megszakadt, akkor a dróton szakadt, meg nem tudom, mi a szent van vele most már a Na, csak az jutott ilyen. eszembe, hogy nézz, egy ilyen tesztet összelőhetünk majd, hogy honnan jobb a minőség, mert hogyha jó a minőség, akkor, akkor mehet tőlem is igazából fölfelé. Jó van. Végre egyszer nekem nem az én pofámat kéne nézni. Lehet vinni az after party videókamerát? Hát, ja, hát az after igen, de de kifent kasszával fogunk állni a moziterembe, hogyha valakinél meglátunk kép- és hangrögzítő eszközt, akkor azt a hatályos jogszabályoknak megfelelően eljárás fog indulni ellene. És Tehát a... kivezettetjük. Igen, a mozi teremben nincs kamerázás. Úgyhogy. Ennyi... Legyünk rendesek, nagyon sok munkája van ebbe a filmbe, Eronnak, stb. stb. Úgyhogy tiszteljük meg annyival, hogy véletlenül se póckodunk ilyenekkel. Igen, még a végére annyit ö, spoiler ezek, hogy a héten ö, ki fog menni hírlevélben a magyar dátum is, a magyar zászlóval, a magyar flyerrel, a magyar anyám kínjával. Éron mm, is nagyon várja és megnézte Boris videóját zárójelben mondom csak Igen. megnézte Boris, fölraktam a de direkt a saját profilomra mondom, a ABR-re nem rakom ki fölraktam Boris videóját, hát csak magyar felirattal de ugye tört angollal Szerintem Éron még mindig azt hiszi, hogy jön Oroszországból egy kucsmás faszi, úgyhogy mond, mondtam Borisnak, hogy oké, okay, hogy a díszmagyarba jössz, de létszíves a kucsmát se hagyd otthon, mert írta neki, hogy feltétlenül és mindenféleképpen várja Boriszt a díszbemutatóra. Úgyhogy jó lesz. Szerintem az after vége felé folyékonyan fog beszélni magyarul. Megtudja majd, mi az a pálinka. Ó, oh, most esetben, gyermekeim! A Miui Magyarország account meg, megpatronálta a podcastünket öt dodóval. Hmm. Köszönjük szépen. Nagyon szépen köszönjük. Köszönjük szépen. És akkor én átváltok élő kameraképre, hogy lássam is, és tudjak integetni a nézőknek. Ennyi volt már akkor, fiúk. Jövő kedden, meg szerdán, meg csütörtökön találkozunk. Meglevelezgetünk, hogy éppen kinek nem jó a foglalása. Próbáljuk higgadtan kezelni a dolgokat, és tudjátok, hogy mi is le vagyunk terhelve baromira. Úgyhogy ezt tartsátok szem előtt, mielőtt elkülditek a leveleiteket. Nagyon szépen köszönjük mindenkinek a megtisztelő figyelmét. Jövő héten ugyanitt. Sziasztok! Egy élmény volt. Sziasztok! Köszi, sziasztok! 好き。<laughs>